Sziasztok, és üdvözlök mindenkit az év első draftjával. Igen, 2020 mindjárt véget ér, de ez az a IFC24 első draft videóm, amiben egy karácsonyi, speciális draftot fogunk nyomni. Aminek az lesz a lényege, hogy vagy olyan játékos kell kivennünk a draftból, aki hasonlít a Mikulás bácsira, vagy ugye a nevében benne van például a karácsonyi dolgok, bármi, Bell például, van egy ilyen holland játékos, vagy Klaus például, Santa Claus vagy Jesus, Gabriel Jesus, meg uh, Jesus Navas, meg értitek ezeket a picit, hogy akkor azért be lehet magyarázni, hogy vagy aki a legjobban hasonlít, tehát úgymond a legszakálasabb uh, figura lesz majd, vagy ugye a nevében benne van az, hogy Mikulás, és csak azt vehetjük ki. Ugye jó, lesz sok olyan szituáció, ami kétes, de nézzük is, nyomjunk 15 ezer coin bele, nyilván nem éri meg, de ez van, a formáció nyilván, hát itt azért nem nagyon fogunk tudni draft edition csinálni, de legyen ez a 4-3-3 holding nevezetű draftunk. Na nézzük akkor az első játékost. Öm, így elsőre, ugye itt a nőkkel leszünk meglőve, hogy, na, ők, ha nevük nem, akkor amúgy abszolút nem. Nézzük a kapitányunkat. Neki Robert Pires, hát nem nagyon hasonlít a Mikulásra. Ő Sofia, ő sem, Haji, Georgi Haji, ő sem nagyon hasonlít a Mikulásra. Magán, Rapione, Rapione, hát őt sem egy Mikulás figurának hinném, és Irene Paredes Hernández, hát ah, gyerekek, na innen ki legyen a Mikulás. Hát, kivesszük őt akkor. Most ez nem tudok mit kezdeni ilyenkor viszont remélem, hogy azért leszek egy két Mikulás feeling, aha, Dimitár, ez nem, Oshoa, Assista, vagy mi, Cristiano Ronaldo, Dos Santos, Averi, hát ő sem annyira hasonlít a Mikulás névre, uh, Sam Kerr, mm, és Rico ki. hát itt megint bajban vagyunk, hogy ki hasonlít a legjobban a Mikulásra, hát akkor vegyük ki a Ronaldo-t, hozzá nem tudom most ilyenkor mit, mit csináljak. Vagy várjatok, olyankor piros mezes kell legyen, vagy piros kell legyen a kártya. Mert ugye Mikulás piros per fehér, és eddig az ájkonunk fehér, Ronaldo meg piros. Tehát ilyenkor ez, ezt a hármat nem vetnénk ki, de ezt a kettőt kivetnénk. Van nekünk egy Bukayo szakánk. Van nekünk egy Felipe Andersonunk, van nekünk egy Osomar Dembelénk. Van nekünk egy Hassanünk, ö, meg van nekünk egy Laurin Jamesünk. Hát gyerekek, akkor innen vagy a piros mezű kártyát, ugye, vagy a piros témájú kártyát vehetjük ki. De mivel elő piros-fehér mezben van, azért jobban adja a Mikulás feelinget, ezért vegyük is szakát. Igen, érdekes lesz a draft, de remélem azért ad olyan neveket, akit tényleg rátunk venni Mikulásra. Bruno Gimár és hát itt nem nagyon, Tanya, Ö, Silva, hát így sem. Mateo Kovácsics és Rodrigo Javier de Paul piros kártya, ő kicsit ez a piros színű kártya, szóval őt fogjuk kivenni. Tehát ez lesz a karácsonyi hangulatunk. Wow, oh, szoboszlai Dominik, piros mez, ő játszhat. Kivéve, ha nincs nekünk olyan nagyon Aitana Bonmati, ő nem nagyon Veron, ő beleillene, Joan Sebastián Veron. Van nekünk egy. Saul Niguez Esclapez nevezetű, és van egy Frederico Valverde. Innen piros mezes, hát Bonnáti lenne, piros kékkel, piros fehérrel, Saul, és Szoboszlai Dominik is piros fehér messz, szóval legyen a Szoboszlai Dominik. Mert ugye magyarok vagyunk. De eddig nem olyan adott be telibe karácsonyit. Calvin Phillips, mondjuk a Calvin, meg a Kevin. Mm, mm, ugye Kevin is, a betörők, böreszkesetek betörők, eddig nagyon hajlok rá. Oscar, Hajlund. Len, nem, Jordi, nem, Christian, Christian, az is jó, ugye, a az, 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 illik, illik, Krisztus, ugye, az jó, a Christian, az is játszik, ugye, bár, csak nyilván most nem jutott minden eszembe. Zinchenko, Pervis Estupinja, Emily Fox, az is Lucas Dinje és Reynildo Isnard Mandava. Uh -huh. Na piros mezes innen, piros fehér Zincsenko, szóval ez Zincsenko lesz. Egyébként. Kulibali Kien, Savic, Pepe, na nézzük. Kalidu Kulibali, van nekünk egy Giorgio Kielinink, van nekünk egy Francesco ki volt már At a igen, Stefan Szavics, és van nekünk egy Kepler Laverna Lima Ferreira nevezetű pepénk. Ugye, elég hosszú neve van a pepének. Na innen, aki vagy hasonlít egy kicsit a Mikulásra, adja azt a Mikulás feelinget, hát nekem őszintén megmondom, hogy a Mikulásnak azért bőven van a szakála, és ilyen haja is van, csak hát itt fehér hajó nincs, de mondjuk a hát nagyon bele akarom mondani, talán legyen lény, aki azért egy Mikulás feeling, bár nem neki van a leghozabb szaká, de maga így, hogy picit hasonlít a Mikulás bácsira. Nikolás Mendi, Kevin, hopp, Kevin, Na, ő, ő már eddig nagyon jó, McAllister, Kevin, ugye reszkesetek betörő, karácsonyi feeling, nézzük valaki még. Ruben Santos Gatto Alves Diaz, uh és Alexander Rico, hát innen a McAllister, hiszen Kevin, ugye a fiú. Uh, itt pedig, sajnos, ott van a Jesus Navas, ő már fix, ugye Hesuc, akit már mondtam is. Van nekünk egy Mazraouink, ő nem jó. Van nekünk egy Sofiánk, ő sem jó. Van nekünk egy Daniel Carvajal, és egy Gell, uh, nem, akkor innen, innen a Jesus Navas, így. Kapus posztra pedig. Um, Pietro, nem, Olivier Giroud, Zidane, ez ugye a Zidánnak a fia, Lucas Zidán, hát ő sem, Lucas, ő sem, ő is Lukasztól, Dimitri, hát akkor ki van piros mezben, vagy ki piros a kártyája, Zidánnak piros a kártyája, van benne piros, meg az az arany szín, ez azért karácsonyi hangulatot kelt, másban semmit nem mondhatni. Bár, Hát mondjuk azért hasonlít a meg ő is azért egy picit egymásra. De szerintem akkor, mivel a pirosa kártya azért kicsit karácsonyibb a hangulat, akkor legyen ő. Nézzük a cserekapusunkat. Jó, azt mondja, Oliver Baum. Hopp, azért Bauman. Uh -huh. Mary, nem. Edwin van der Alexandre, nem. És ő pedig, hát innen azt veszük ki, akkor megint aki piros mezbe játszott, várjatok, ő nem arzenálos volt. Ajax Juventus United, bocsánat, United meg Ajax, a Unitednak bizony azért piros a meze, ugye, mert jó, ja, hogy ő united de nő. ő, itt pedig nem piros a meze, és senkinek nincs, szóval fehér, akkor fehér karácsony, fandeszár, de őt nem fogjuk most használni. Ott van Klaus, ő már fix befutó lehet. Van nekünk egy Grimaldonk, ő nem jó. Van nekünk egy Ronald Araujonk. Van nekünk egy Kieran Tenink, ő sem jó. Egy Kafunk is van, Marcos de Moraes, Kafu. Viszont a Klaus, ugye Santa Klaus, ő fog durrani a keretbe, és akkor váltjuk is a Jesus navas Jó, klaus nagyon, annak nagyon örülök, ez egy könnyű döntés volt. Lena nem. Robert nem. Az nem. Galigil nem. Hanna Glass nem. Innen, piros mezbe. Hát. Ő lenne piros mezbe, de ő is piros mezbe van. Zsavi. Zsavir Galangil. Tudjátok, itt legyen ő. Mert azért picit, hogy mondjam nektek, kövérebb az arca. Picit mikulásos feeling és akkor... Ha, nem tesszük be a Zincsenkó helyére egyelőre. A Philips, Turám, na nézzük, philips ugye Calvin Philips, nem jó, ugye ez, ez is Philips. Martin Ödegár. nem, Jones sem jó, és Caprié Turán, ő meg. Tényleg piros az, az, aki piros színbe, piros fehérben az ő, és ő tündöklik, mikulás az azért nem de nem rövid a haja, nem is ennyire hosszú szakállas, egyik sem sajnos. De azt mondom a kártya miatt, meg ugye a rating miatt is, de a kártya miatt, hogy egy piros kártya, piros mez van benne, fehér is, legyen a turám. És akkor meglátjuk, lehet ide be is tesszük, azért nyilván azért próbáljuk alakítani a picit a keretet is. Őt néztük, Douglas Louis nem, Fernando Ragan Mouton nem. Szári vagy ki, és van nekünk egy Bruno Miguel Valala Fernándesünk. Piros mezes az egyértelműen, ami vörös-vörös, mert ahogy ja, ebbe is van vörös, meg ebbe is, de az Douglas Luiz és Bruno Fernández. Hát igazából, igazából, igazából a neve egyiknek sem cseng jobban, de talán neki hosszabb a szakála. Szóval őt vesszük ki. Őt fogjuk kivenni. Szóval akkor őt vettük ki. Itt pedig Di Maria, Angel, Angyal. Jó, megvan, biztos befutunk. Patrick Kluivert, nem. Terem moffi hoppa, nem, ő sem. Van nekünk egy Ibrahim sziszokkunk, van nekünk egy André Luis, nem tudom mi, de Di Maria, ugye. Maria, ő fog jönni, oké. Okay kövi emberként. Puskás! Marcel Grognem, Ferenc Puskás. Frankowski, Julián Álvarez és Joro Bowen. Hát Puszkás, puszkász, puszkász, ő fog jönni, de majd meglátjuk itt, Ronaldo fog, lehet mondjuk ott, ott mindegy. Van nekünk egy Karim Benzemánk, van nekünk egy Kenny Douglasunk, egy Ruben Santos Gato Alaves, vagy Alves diászunk, egy Juan Quadradunk, és egy João Pedro Cavanco Cancelo, vagy ki, nehéz kimondani ezeket a neveket. Hmm. Hát... A benzema hasonlít a legjobban a Mikulásra egyébként, a szakállam miatt, szóval a benzit az ki is vesszük. Itt pedig van nekünk egy Juan Miguel, nem tudom kink, van nekünk egy Emma, ő sem jó, Fran Kirby, Matteo Politano, és egy Ruben Garcia Santosunk van. Na, innen a Mikulás bácsira senki nem hasonlít, itt piros mezben, vagy valami, az Ruben Garcia lehet, vagyis legalább piros csík van benne, meg Coivisto, uh, szóval legyen mondjuk, akkor vegyünk ki egy nőt is, ő lesz a Krampuszunk következő. Jézus ott van. Juan vagy Juan vagy Juan Jézus, jó. Viktor David nem tudom ki. Ugye Juan Jézus, az benne van, az nagyon jó. Jézuska, ő nem jó. Mudrik nem jó. Lea Karolina, nem akarom kimondani név, szóval ezt veszik ki ezt a kártyát. Következőnk, az pedig van nekünk egy Rafael Szilvánk, Marco Davidov nem. Antonio nem jó. Karim nem jó. Matt Target itt ő sem jó. Viszont piros mezben ő van, meg ő van, ő meg piros fehérel, De a Mikulás bácsit, ha nézzük, akkor hát mondjuk. Ő picit kövérebb az arca, szóval legyen ő. Akkor. Itt pedig van nekünk egy Brahim Diazunk, van nekünk egy Leonardo Trossardunk, van nekünk egy Ismail Szárunk, van nekünk egy Xavi Simonsunk, és van nekünk egy Donny van de hmm. United vörös mez, a Lipcse piros-fehér mez, ő fehér nem jó, Trossard piros-fehér szintén, Hát innen az a, egyiknek sincs szinte szakál, egyedül hát, Simonsnak van, de ő nagyon fiatal. Akkor nézzük ki a legidősebb. 94-es, 2003-as, 97-es, akkor troszád lesz az új Mikulásunk, és itt a keret. Hát akkor tegyük be a, a puszkász, nem tud mást játszani. Csak csatár tud, ugye? Igen. Di Maria tud right winget és estét. De ott maradhat a száka. Hát, nem tudom, mit tudunk változtatni a kereten gyorsba. Na, ez lett végül is a draftunk, kicserélték a cd et puszkázt behoztuk, és így kb. ennyi is. Nem nagyon tudunk mit változtatni, ugyebár. Mást CB-t itt már senki nem nagyon tud játszani, szóval. Ja, ez így ennyi lesz. Nézzük a menedzsert még, ami. Hát itt is, vagy a nev, vagy a valaki. Ki hasonlít legjobban a Mikulás? Úristen, milyen fejek vannak itt. Te jó Isten, hát a Mikulás azért nem ennyire kopasz. Bár kopaszos a Mikulás azért, de... Hmm, szakállas. Megint senki, meg vannak borotválkozva. Hát akkor, aki a legtöbb kemisztrit adja. Igazából. Az lesz a menedzserünk, ő adja, legyen -e ő akkor. Ezt így, így tényleg nem tudtam senkire se vár, rávarni, hogy na te vagy a Mikulás. 90 vagy 29 kebisztrink van. Oké, okay, hát akkor jön az első mérkőzésük, reméljük, hogy egyből kiszopjuk a híres cookidót. Itt is van az ellenfelünk, Dan u Araujo, u Mendy, Isten, Makaleli, Saka, Benze már radioaktív lap. Gyerekik szerintem eldőlt a mérkőzés, de azért baladunk apait, anyait, mert itt van nekünk szoboszai puszkász. Párosításunk, Klaus, Kevin, ajaj, hát ez nagyon, Veron, gol, bassza meg a Rigo Jó, Kevin, Atya úristen, makal elé, vagy ki ez gyerek? Az. Atya úristen. Az ide nem nagyon szeret védeni. Azt figyeld meg. Hú, 54-es longshot minden és 111 el De mi a fasz? Ah, gyerek. Ott a harmadik gyerekek, jó. Kapjuk az ívet rendesen. Hátul nagyon nagy magatagok tagok vagyunk, elejül is, de hátul is gyakorlatilag. Gyerek megesz minket. Na mindegy, ez van. Puszkász! Puszkász! Bácsi, igen, az véd! Ő véd, ő véd, nyugodtan védjen. Nekünk Zidán nem véd. Nem véd a fiú. Szaka! Saka. Ott az első gól, szép, végre már valami, tehát ez ténylegesen brutális. Ami ezen a mérkőzésen folyik, nyilván ti csak részleteket láttok röviden. De hát próbálok jó játszani. Puszkász, puszkász, terztégen, nem már, Roy. Nagyon benne vagyunk, gyerekek. Saka, puszkász, puszkász, Tizi! Azért mondom, hogy befújod. Spori, azért mondom, hogy befújod. Hát felborították a puszkázt. Piros lap. Csak sárga jó. Hát, a piros jól lett volna. Várjuk felek kicsit, várjuk azt felek kicsit, és megfogja bazzu, megfogja. És kivisszük, Szoboszlait. te barom, mi a fasz csinálsz? Idióta. Mindegy. öt tegy! Puskás. Puszkász, puszkász, puszkász Terni, az véd, jaj nem kellett volna beívelni Ez kijön, a, ha bár erre nem jött ki Marad a miénk, nem, dinja, Úristen milyen terület van Úristen, azt még egyszer meghosszan, úgy, jól csinál, ügyesen Úgy, jól csinálja. befelecsel jó, Klaus. Miért nem vá váltott rá a védőre, Bazd meg! Te jó Isten, hogy ez a játékem? Nem, nem, ilyen nincsen. Ennyire nem lehet. Váltanék a védőre és... Nem vált rá! Nem vált rá a kibaszott kurva védőmre. Mert miért váltaná rá? a belső védőről. rá tudjak mozdulni? Hát inkább a csávók adjon gólt, inkább nem. Szerintem is. Úgy, Benzema is fel. Na végre fandesár, nagyon jó ez a kapus, ajánlom úgy megvenni. Az idánnal együtt. Puszkász, 6-2. Hát, ezt a csöves hőes kukoricát gyereket, ilyen nincs. Tehát... Mindegy, szépítünk. Üres kapura, baz meg, Turán, mit csinálsz? Vagy mitől? Oh, Istenem. Evan, hat, 2 gyerekek. Hát. Egy a is karácsonyi külön kiadásos draft videó, de köszi a figyelmet igazából. Következő hasonlóan jó tartalomban találkozunk. Addig is pacsi nektek, gyűjtsük be azért még a rewardot, hogy mit kaptunk a nulla Hát, ha visszadob egy draft token packet, mondom, gyűjtsük be. Igen, kedves IFC-ben. Na, a draft token, akkor jó, az még jó. Ingyen draftoztunk egyet. Nyissuk el akkor gyorsan, mert akkor felveszek még egy draft videót, meg így, így idén menjen ki még egy draft videó, amit szóltok hozzá, nagyon jók a nyitások egyébként, Quixel, és még kaptunk vissza 500 coin értékben is dolgot, szóval örülünk neki, remélem, hogy mindenkinek jól telik a karácsonya, iratkozzatok fel, dobjatok egy like-ot, videóban találkozunk, addig is kellemes ünnepeket, és sziasztok!